Kerékpárosok a dombóvári pumpapályán versenyt rendeztek itt szeptember 23-án. A Pannon Pump Track Kupa sorozatnak volt ez az 5. dombóvári fordulója, 44 résztvevővel. Ez egy országos versenysorozat. A tavalyi évben indultunk néhány pump track versennyel, és az idei évre a Kerékpáros Szövetség akkreditálta a versenysorozatot, úgyhogy most ez volt a 6 fordulóból az 5. 15 kategóriánk van, kerékpáros kategóriák különböző korosztályban, és van roller, gördeszka kategórián külön, ezek nincsenek életkor szerint szétbontva, viszont ők most sajnos nem voltak, nem képviselte magát a roller és a gördeszka sport, a kerékpárosok pedig egészen az U7-es korosztálytól a senior korosztályokig voltak. Akkor tavaly lett átadva 2022-ben a pálya, ez volt az első nagyobb esemény a helyszínen, és országos szinten pedig most már egyre elismertem, meg egyre úgy összességében ismertebb ez a műfaj, hogy pump track, vagy magyar nevén pumpapálya. Még nem egy akkreditált szakág a Kerékpáros Szövetség sportrendszerében, vagy versenyrendszerében ez a műfaj, de azon dolgozunk, hogy ez mi hamarabb így legyen. Én azt gondolom, hogy az adottságai azok lehetővé tennék, hogy olimpiai sportág is legyen egyszer. Ez nemzetközi vagy magasabb szinten fog majd eldőlni persze, de itthon minden esetre most elég jó az infrastruktúra. Minden évben körülbelül 15-20 pálya kerül átadásra az országos Bringa Park program keretein belül, és egyre többen használják, egyre többen aktívan vannak a különböző pumpapályákon itt országszerte, úgyhogy a versenyeket is egyre többen látogatják. Én azt gondolom, hogy a kerékpáros sportban ez a pump trackezés vagy pumpapálya használat, ez az alapozó szakág gyakorlatilag. Szerintem egy bringásnak, vagy aki a bringasport iránt érdeklődik, annak alapvetően itt kell kezdenie, és majd itt a képességeinek a fejlődésével eldől, hogy illetve az ő tudásával és az ő gyakorlottságával majd eldől, hogy melyik szakákba tud aztán kibontakozni, de alapvetően azt el lehet mondani, hogy itt a mozgáskoordinációs képességek fejlődnek rendkívül, az izomzatnak a különböző pontjai nagyon jól fejlődnek, illetve az állóképesség is rendkívül jól javítható, fejleszthető a pumpapályákon, és ami ennek az egésznek szerintem a legextrább dolga az az, hogy szabadtéren, barátokkal, és egy ilyen nagyon aktív, nagyon szórakoztató formában lehet ezeket a képességeket fejleszteni. A Pannon Pump Track versenysorozat Szadán folytatódik október 14-én. Terveznek egy zárófordulót is, amit Budapesten tartanak meg október 21-én. A főszervező azt mondja, jövőre szívesen visszatérnének Dombóvárra ezzel a versenysorozattal.